Jó hideg lesz. Várjunk a színeget, hogy a barátok színeg a hűvös van. Szervusztok! Tisztelettel köszöntjük a nézőket. Tiszapalkonyán vagyunk az erőműben. Ezt fogjuk a mai túrán megnézni. Hivatalos bejárás keretében. Úgyhogy becsatok velünk. Nem üzemel ez a erőmű, úgyhogy be fogunk ide kukkantani. És itt a főkísérő, Godri. Nem is annyira bontás, mint inkább mentéses munkák, tehát a bontás előtt ugye az a baj, hogyha bejön ide a bontócég, akkor ők mindent törnek, zúznak. Igen. És ezt próbáltuk előkészíteni, hogy ne legyen ilyen. Ami lehet érték, azt mentettük. De másodjék bontások itt nem voltak. Aha. Igen. Ez az úgynevezett kezelői szint, ez a 8 méteres szint. Itt vannak a turbinák generátorok. No, hát szóval van itt látnivaló bőven. Ilyen létesítményben még nem voltunk.
kézmosó. Ezek lesznek a turbinák. Aha. Azt a mindenit, ezt nézzük itt meg. Ez nem semmi. Lángévgyár Budapest. Típusú. Teljesen azt a mindenét. Mit látsz? Aha. Nincs semmi. Azért még szépen látszanak a penetrálásnak a nyomai. Igen. Aha. Igen, ez befestik ilyen kréta festékkel. Nem tudom, ismerős a technológia. Persze. Akkor megvan. És a piros festék, ahol megjelenik. Aki jön, ott van repedés vagy. Aha. Előmelegítő. Igen. Ízszerű még itt ez a burkolat is rajta. Teljesen. Szia! Gyerünk. Azt a mindenit. Az és még ez volt szinte a legolcsóbb. Van, aki 100 millió fölött kérték. Nagyon magas az épület. Csövekről is abbi csupaszak még egy cső. Ezen is ilyen szigetelő anyag volt. De nem csak leszették, hanem zsákolták, és el is vitték a veszélyes hulladékra. Azt a mindenit. Teljesen. Igen? Hát fehér ruhában tehetsz. Aha, azt mondta, volt. Igen, hallottam. Hallottam. Hát amelyiken az lesz volt, azt leszették. Amelyiken nem, azt úgy hagyták. Hát az. Ezek a patronok, van ilyen körülgyapot, ahol nem voltak. Nem kis anyák vannak itt, nem kérem. Azt a mindenit. No, tehát végszaladunk itt ezen. Nem semmi.
Jó van, hogy a kamera is jól működne. A hidegben, a mínusz 13-14 van most már. Mégis fog házba. Tudod a kuplung? Hát valami erő átviteli. Igen. Ott van fölül ez az olajzó része. És csak nincsenek rajta már a anyák. Vagy ott nem is volt. Tehát rengeteg beazonosíthatatlan kegyere. Na, hát innen látszik körülbelül a monumentális épület. Ez így ekkora. És itt vagyunk már a végében. Ez itt a turbina csarnok. És még úgy látom, van még ott egy szint, de az lehet, hogy már csak azokhoz a tartályokhoz vezet. Nagyon korrektül elmagyarázzák itt, hogy mit látunk, úgyhogy hál' Istennek nem vakon futunk. Hát itt tele van különböző gombokkal, műszerekkel. Itt a turbinának a vészgombja. Olaj, szivattyú, hűtővíz, indulás, erőmelegítő. Hát szét van már szedve az egész csarnoknak a bontása, szétszerelése, az így folyamatban van, illetve megkezdődött, aztán bizonyára fog ez itt folytatódni is. No, hát szóval ez a mai túránk. Kicsit csendben voltam itt az elején, mert el voltam foglalva a kamerával, ugyanis elég vacakul dolgozik ebbe a hidegbe. Nem igazán vagyunk megelégedve vele. Remélem a minőség azért jó lesz. No. Akkor haladjunk. Azt a mindenit. Na hát, ezzel lehet. Hát van egy pár ilyen kulcs. Lehet szerelni. Azt a mindenit. Hát itt ilyenek. Az biztos, tehát itt ilyenek a kis szerszámok. De meg egy forgó része az annak a generátornak. Aha. Egy tartalék, hogy abban is meg. Aha, ez egy forgó rész. Ugye a sáromot állított elő. Na hát, ilyet úgyse láttunk még. Közelről, és szerintem nem is fogunk. És nézzétek meg velünk ezt a monumentálist. Ez a ennek a generátornak, hogy előbb hallottuk a tartalékja, mert abban van egy. Tehát ő termelte itt nekünk a villamos áramot itt Iszapalkonyán az erőműben. De 2011-től már ez nem működik, nem termel áramot. Úgyhogy per pillanat ilyen állapotok uralkodnak. Tehát a terület szigorúan őrzött. Illetve azért dolgoznak itt, mozognak itt bent az emberek, úgyhogy senkire gondolja, hogy ide csak úgy be lehet jutni. Mert azt el kell keserítenem, hogy nem lehet. No. Szóval mindenütt monumentális méretű dolgok. Ilyen apró csövek. És hogy lássátok itt a különbséget, itt állok mellette. Ez van, amit itt mutatott annak idején már most. Gondolom, hogy ebbe is egy forgó rész
van ez egy turbina. Aha, igen, igen, igen. Ilyennek láttuk az előbb a forgó részét, mikor. Mikor? Nézzétek csak, mi van ezen rajta. Egy szép csillag. Vilenia művek. Sok mindent ebből nem tudok is revizálni. De jól néz ki. Meg kell, hogy mondjam. Itt van ilyen kupung része, gondolom. Itt pedig ilyen színkefés dolog. Illetve itt is. Tele van ilyen teljesen érdekes kütyűvel ez a csarnok. Itt is van egy ugyanilyen gép. Ez jobban látszik, itt nincs rajta a burkolat, hogy micsoda elektronika és micsoda áramok voltak. Nézzétek csak ezt a színkefét. Na ez azért annyira nem pitlák. Na, kicsit galambrülékes a történet, de vigyázzunk azért rá. Itt is egy vezérlőpult. Ennek a gépnek a vezérlőpultja volt. Ez a 5-ös gép, 6-ös gép. Különböző gombokkal, vezérlő dolgokkal. Itt is van egy kis fülke. És akkor itt lehetett, itt dolgozott az ember. Szia! Megnézzük, mi világít itt. Valószínűleg valami tűzvédelmi tetsz az. Riasztó. Tűzvédelmi. Tűzjelző. Berendezés. Fire. Igen. Őszintén megmondom, cserélnék most veled szívesen, hát ide. Mit találtatok? Egy apró csavarhúzó. Ne! Letiltási pont. Mit lehet letiltani? No, mintha a kapukon mennénk át, nézd csak. Érdekes. Kipurhabolták. No. Szép nagy turbina csarnok ez. Úgyhogy és 8 méter magasba vagyunk most, szemléltetéskép, mutatom is. Úgyhogy Attilának itt van egy kis történet, de ezt nem fogja most megkapni.
sikerül. Lehet, hogy fölmenni a dolog. Rengeteg elzáró. Azt a mindenit. No hát szóval... Látványban nincs hiány. Nagyon kicsi a hely. Abszolút nem. Na, ennyi volt a túlbin a csarnok. Szerintem bolzasztó izgalmas dolgokat láttunk, úgyhogy menjünk tovább egy... Melyik épületbe megyünk? Mondták pedig, nem tudom, nem tovább. Esetleg a kérdés, nem tudom, hogy... Köszönjük szépen! A másik erőműre lesz a lehetőség, a Tisza 2, aha. No, ez volt ez a épület, amiben bemásztunk, bementünk. Ez nem semmi.